Tisztelt Országgyűlés, napirendelőti felszállással jelentkezett Latócai János képviselő úr, az Országgyűlés alelnöke, KDNP képviselőcsoport, Szent Borbála nap alkalmából címmel. Alelnök úr, öné a szó. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt képviselőtársaim, miniszter urak, államtitkár urak. Egy nappal a Borbála nap a bányászok és a kohászok védőszentjének ünnepe előtt, a holnapi bányásznap alkalmával engedjék meg, hogy innen az országházából is köszöntsem e nagymúltú szakma még aktív és már visszavonult képviselőit, valamint mindazokat, akik őrzik és ápolják-e nemes hivatás hagyományait. Ez a szakma egykoron nagyjá és gazdaggá tette hazánkat, nem csak anyagi, hanem szellemi értelemben is, hiszen az 1735-ben Selmecbányán alapított Bergschule, a Bányászati Akadémia alapvetően határozta meg a következő évszázadok műszaki felsőoktatását, és mind a mai napig érezhető hatással van arra. Példaként említem a Miskolci Egyetemet, ahol úgy képeznek korszerű természettudományos, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező, a bányászati tevékenységben, valamint a természeti veszélyek és környezeti problémák elhárításában jártas mérnököket, hogy közben a selmeci hagyományokat messze menően ápolják, azt megőrzik. Hazánkban a bányászat a kezdetektől együtt járt egy sajátos szakmai kultúra kialakításával, mely végül a társadalom szélesebb rétegeihez is eljutott. A speciális bányászöltözőkek, énekek, zenei darabok, vagy éppen a bányászok által készített egyedülálló iparművészeti alkotások egyaránt egy élni és megmaradni akaró közösség képét tartják, és tárják a szemünk elé. A múlt dicsősége sajnos ma már többnyire csak emlék. A trianoni békediktátummal elveszítettük legértékesebb bányáinkat, a megmaradtak többsége pedig a piacgazdasági viszonyok között fenntarthatatlanná vált. Ennek ellenére a hazai ipar reorganizációja, a bányák és az erőművek integrációja során biztosak voltunk itt az Országgyűlésben is valamennyien arra, hogy a bányászatra az új tulajdoni, technikai és technológiai feltételek között is szükség lesz. Ennek szimbolikus jele az 1993-ban megalapított Szent Borbála érem kitüntetés. A feltevés, miszerint a bányászat nem veszti el létjogosultságát a 21. században, helytállónak bizonyult, még akkor is, ha manapság a digitális gazdaság korszakának kezdetén sokakat már nem a szén és az ércek, hanem sokkal inkább az adat és a kriptovaluták bányászata érdekli jobban. Látnunk kell azonban, hogy az emberiség egyre növekvő energiaigénye nem csak alternatív és megújuló energiaforrások szélesebb körű hasznosításához vezet, hanem sokszor a bányászat fellendüléséhez is. Példaként említhetem a tenger alatti drónok, vagy a röntgensugaras új feltáró eljárások, vagy a 3D-s képalkotó technika ötvözésének alkalmazását a földtani kutatásokban, új technológiák elterjesztését az olaj- és földgázkitermelés területén, aminek következtében olyan területeken is érdemes lesz a kitermelést újraindítani, ahol az elmúlt évtizedekben már leállt a munka. A hazai bányászat sorsa ezzel összefüggésben azért is kulcsfontosságú, mert a jövőben az energia, különösen pedig az energiafüggetlenség egyre inkább felértékelődik, miközben egyre fontosabbá válik a karbonmentesség. E téren a kormány szándéka szerint 2030, ahogy államtitkár úrtól már hallhattuk, az áramtermelésünknek már több mint 90%-a széndioxidmentes lehet, így Magyarország teljesíti majd az unió előtt vállalt kötelezettségeit. A hazai szén eddigi felhasználásának módja és szerepe
az előzőek szerint is láthatóan változik majd. De ez nem vezethet oda, hogy energiaimport függőségünk tovább növekedjen. Hát ezért is remélem, hogy ennek a nagymúltú szakmának lesz jövője itt Magyarországon, hazánkban is. Ebben bízva és ennek hitet adva kívánok a holnapi ünnepi nap alkalmával, Bányász köszöntéssel, jó szerencsét! Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen, alelnök úr!